Brüsszelből Zágrábba érkezett szerdán a kínai miniszterelnök. Li Keqiang a héten az Európai Unióban folytatott tárgyalásokat Kína és az EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolatairól. Az európai országok szeretnék, ha Kína szélesebbre tárná ajtaját az európai befektetők és cégek előtt. Li Keqiang Zágrábban hangsúlyozta, hogy Kína készen áll arra, hogy erősítse együttműködését a horvát közlekedési infrastruktúra kiépítésében. A két ország bizottságot hoz létre a további gazdasági együttműködés élénkítésére. 2007 és 2017 között 12 milliárd eurónyi kínai tőke érkezett a balkáni országokba. A kínai befektetők élénken érdeklődnek az európai piac iránt. Li Keqianggal 250 üzletember érkezett a horvátországi látogatásra. A horvát kormányfő reméli, hogy a következő konkrét projekt a Zágráb-Rijeka vasútvonal korszerűsítése lehet. Csütörtökön kezdődik a közép- és dél-európai országok képviselőivel kibővített 16+1 elnevezésű egyeztetés sorozat.